Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor Lázs, és itt a Black Friday. Már el is kezdődött egy pár napja egy pár boltban, és igazából november 29-én most kezdődik az igazi őrültség. Egy csomó weboldalon lehet olcsóban dolgokat venni, és hogyha leírjátok, hogy melyik termékek érdekelnek titeket a legjobban, akkor nyerhetek 2x14 nap ingyenes Xbox Ultimate Pass-et itt tőlem, és erről mindjárt többet. Tehát itt a Black Friday már elég régóta, 60-as évek óta létezik ez a nap, ez onnan eredett, hogy mindig az utolsó csütörtök a novemberben, a Thanksgiving Amerikában, hálaadás ünnep, és az utána való pénteken az emberek elindulnak bevásárolni, karácsony előtt ilyenkor kezdenek el leértékelni mindent a boltok, hogy persze jöjjenek az első vásárlók, és meglegyen a hangulódás, de persze ezt kihasználja most már világszerte a boltok, és nem csak egy nap csinálják ezeket az őrült akciókat, ahol akár 70-80%-os olcsóban meg lehet venni termékeket, amik általában nem aktuális termékek, hanem egyszerűen csak ki akarják üríteni a raktárokat, a boltok, és online is persze folytatódik ez az őrültség, tehát nem kell a boltokban sorba állni, agyon taposni egymást, hogy ezt a tévében látjuk mindig, hogy Amerikában történik, hanem tényleg kényelmesen online lehet jó dolgokat rendelni. Végig egy pár online bolton, ahol néhány akciót találtam, mint például a MediaMarkt már egy pár napja árulja az Xbox One S-et 1 TB-tal és játékkal csak 50 000 forintért, ami egy nagyon jó ár, de hát a konzol az nem csak 2-3 éves, hanem több, mint már 5-6 éves, és jövőre jön egy új Xbox is, úgyhogy ezt azt mondom, hogy el van avulva, de az új Xbox legalább 3 vagy 4-szer ennyibe fog kerülni, úgyhogy mint karácsonyi játékgép ezt teljesen kényelmesen ki lehet használni most egyenlőre a MediaMarktnál. E digitálnál nem találtam igazából semmilyen akciót már most, de menjetek rá persze majd a weboldalra, holnap vagy éjféltől már fent is lesznek az akciók. Az Alzánál találtam olyat, hogy ott ingyen van a szállítás egyrészt, ami nagyon jó, és másrészt január 13-ig lehet visszaadni a termékeket. Németországban, vagy igazából világszerte az Amazon már régóta csinálja, hogy november 1-én, hogyha bevásárolunk bármit, akkor január 30-áig lehet visszaadni, mert általában csak 14-30 nap szokott lenni itt EU-n belül, de ilyenkor kihasználják azt, hogy karácsony lesz, és akkor tovább lehessen visszaadni a termékeket, és az Alza is ezt követi, január 13-ig lehet visszaadni a termékeket, tehát akkor, hogyha nem tetszett a gyereknek vagy a partnernek azt, amit vettünk, akkor persze vissza lehet simán küldeni, hogyha nem tettünk tönkre, vagy persze, hogyha a szoftver meg ilyenek, akkor általában ez nem működik. De akciót sajnos ott sem találtam, de vannak olyan oldalak, akik már kiraktak egy pár akciót, mint például a Xiaomi, ami megnyílt most az Arénában, meg Székesfehérváron is egy boltjuk fog hamarosan nyílni. Van a Gokár például nekik 190 000-ért 230 000 helyet, van drónjuk 130 000-ért 170 000 helyet, és akár szkútereket is olcsóban lehet venni, tehát nézzetek be az Arénába, az online shopjuk még nincs kész, de hamarosan lesz az is. Egy kicsit nagyobb bolt az M-Mag, és ott persze több terméket lehet találni, és ott is nem 14 nap, hanem 30 napon belül lehet majd visszaadni őket, tehát hogyha most rendelitek meg, akkor karácsony után is még vissza lehet adni. 254 000 terméket adtak el előző évben ilyenkor Black Friday-kor, és a legdrágább termék, amit eladtak, az egy BMW 3-as volt 11,5 millióért, mert nekik van egy olyan helyük is, hogy Marketplace, tehát akár te is, meg én is felrakhatunk termékeket, és el is adhatnánk őket. Tehát konkrétabb termékek, például az Aquánál vannak még, nem tudom, ismeritek őket, nekik nincs nagyon sok termék fenn, de például a Galaxy A10-et meg lehet venni csak 40 000-ért, 52 000 forint helyett, vagy akár a Xiaomi robotot, amit összetudunk magunknak rakni, ami kicsit olyan, mint a Lego Technics, az csak 20 000 forint, 30 000 forint helyett, ez is nagy árkülönbség, hogyha ezt így nézzük. Ránéztem az iStyle-ra is, mert az Apple.hu-nál nem nagyon láttam akciót, meg Amerikában is olyan akciót szoktak tolni, hogy kaptok egy 50 vagy 100 dolláros kupont, amit a online Apple, amit az App Store-ban tudnátok felhasználni, de az iStyle-nál van olyan akció például, hogy a MacBook Air 2018-at meg tudjátok venni 320 000 forintért, 475 000 forint helyett, 128 giga belső tárhelyjel, ami nem rossz deal, de igazából megnéztem én Németországban egy árukeresőn, hogy mennyibe kerülne jelenleg egy MacBook Air. A standard ára 1050 euró, ami pont kb. Ott van, mint ahogy árulja most majd
Az iStyle és a 2019-es MacBook Air ugyanilyen konfigurációval is ugyanannyi. Tehát nem mondanám, hogy ez jó akció, elsőnek annak tűnik, mert nagy az árkülönbség, de igazából nem az. Más termékek is fent vannak az iStyle-on, nézzetek fel nyugodtan, de talán érdemesebb, hogyha ilyen technikai termékeket, mint mobilt akartok venni, vagy akár okos otthonos termékeket, a Telekomhoz felnézni, vagy benézni a boltba, vagy akár a Vodafonehoz, mert a Vodafonnál is például meg tudjátok venni a P30 Lite-ot, vagy az A50-et Samsungtól olcsóbban, 70 000-ért 120 ezer helyet, de persze csak akkor, hogyha szerződést is köttök. Hogyha van külföldön ismerősötök, akkor sokkal érdemesebb szerintem, főleg itt Németországban megnéztem az akciókat, vásárolgatni online, mert olcsóban lehet megvenni a Pixel telefonokat, amiket Magyarországon például nem árulnak. A 3AXL-t például 100 euróval olcsóban adják, 30 000 forinttal olcsóban, itt is tudunk sok pénzt spórolni. Az Honor telefonokat sokkal olcsóban adják, a 9X például csak 299 euró, ami egy nagyon jó ár, meg sok-sok-sok más akciók vannak itt az online shopoknál, amik Magyarországon nekem még egy kicsit hiányoznak. De hogyha ti nekem elmondjátok most, hogy melyik termékek érdekelnek titeket a legjobban, melyiket kívánjátok magatok karácsonyra, vagy melyiket vásároljátok ti majd meg ilyenkor Black Friday körül, akkor ezt nyerhetitek meg. Egy-egy embernek kisorsolok itt egy 14 napos Xbox Game Pass Ultimate-et, amivel akár Windows 10 gépen is tudtok több mint 100 játék közül választani, játszani, amit akartok, full version-t, és majd utána persze meg is tudjátok hosszabbítani, nem túl drágán, de ez persze tök jó így kipróbálni, csak mondom, itt kommentben le kell írni alul YouTube-ban, hogy melyik termék tetszik nektek a legjobban, meg amit éppen elmondtam, és Instagram live story-ban fogom kisorsolni szombat délben. Ez azért fontos, mert szombat este lejár az egész, tehát szombat délig kisorsolom, és hogyha választoltok nekem Instagramon, ott akkor majd átküldöm a kódokat azoknak, akik megnyerték. Tehát ennyi volt itt a tech videó, köszönöm, hogy néztetek, ne felejtsetek feliratkozni legközelebbig, és hamarosan látok megint persze sok újdonságot itt a csatornán.